Ha itt jártok az erdőben, keressetek ti is madarakat, nézzétek meg, hogy melyek azok a madarak, amelyek a fákon laknak, melyek azok, amik a földön laknak. Hallgassátok meg a hangjukat. A természet a jövőnket jelenti, mint ahogy a most felnövekvő iskolások is. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a Madarak és Fák napjára érkező diákokat a Város Stratégiai Bizottság tagja. Bartal György szerint fontos, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék a környezetüket és megtanulják, hogyan óvhatják azt meg. Fontos az, hogy a gyerekek el tudjanak jönni, de értsék azt, hogy mi folyik itt, hogy mi az, hogy környezet, mert addig jó, amíg le lehet törni egy faágat, de amikor vigyázni kell rá, az már egy másik szemléletet igényel, és hát szerintem a Madarak és Fák napjának ez az egyik legfontosabb része, hogy a gyerek tanulja ezt meg, ismerje meg, tudja, hogy mi az, amire vigyázni kell, mert ez a jövőnk. Minden madár a kánya, a világot bejárja. Még műsorral is készültek az iskolások, amit itt a Természet Lágyölén adtak elő a szervezőknek. Idén az önkormányzat a Kisalföldi Erdőgazdasággal fogott össze, hogy színes és tartalmas programokkal ünnepelje meg a Madarak és Fák napját. Arra emlékezünk meg, hogy az élő világ tulajdonképpen nekünk embereknek is fontos, hiszen ebben élünk mi magunk is, és a természet nélkül mi nekünk sincsen lehetőségünk, nincsen módunk arra, hogy valahogy a természet nélkül életben maradjunk. Tehát tulajdonképpen mindenkinek saját jól fogott érdeke, hogy vigyázzunk a természetre, vigyázzunk a környezetünkre, és akkor mi nekünk is jó életfeltételeket biztosít. Három iskola több száz diákja érkezett a Püspökerdőbe, hogy megismerkedjen a park sétaútjaival és a tanösvénnyel, na meg hogy az erdei tornapályát is kipróbálják a fiatalok, de nem csak itt, hanem Bácsán egy vetélkedővel, az Árkádban pedig játszóházzal és interaktív foglalkozással is feledhetetlenné tették a szervezők az idei Madarak és Fák napját a győri iskolásoknak.